Ez a mai konferencia az két okból nagyon fontos a számunkra. Egyrészt azért, mert a magyar kutatóintézetekkel, felsőoktatási intézményekkel való kapcsolattartás rendkívül lényegesnek bizonyult az elmúlt hónapok megpróbáltatásai során, és a Magyar Tudományos Akadémia, az ELTE különösen erősen képviselte magát ebben a szolidaritásban, amiben részesültünk, és nagyszerű érzés kollégák között itt lenni és egy komoly kérdéssel foglalkozni. Másrészt pedig ugye maga a téma az, ami indokolja azt, hogy az egyetemünknek különös figyelemmel el kell fordulnia az esemény iránt, tehát a magyar holokauszt kutatás, mint kutatási terület és mint erkölcsileg is értékelhető tevékenység, az mindig is az egyetemünk horizontjának középpontjában állt, hiszen az egyetemünket egy holokauszt túlélő alapította. Számunkra egyértelmű volt, hogy azoknak a területeknek a feltérképezése, amelyeknek a kutatására nem igazán volt mód a kommunizmus idején, azokra különösen nagy energiát kell fordítani, és a holokauszt az egy evidensen ilyen téma, azt gondolom, hogy a holokauszt kutatása az a történettudományok előtt álló egyik legfontosabb kihívás. Amikor elkezdtük a konferenciát szervezni, az volt a célunk, hogy egy kapcsolódási pontot hozzunk létre egy olyan intellektuális, politikai és érzelmi közegben, amikor ez ritkán fordul elő. A Közép-Európai Egyetem és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja együttműködésében azok a fiatal kutatók és azok a fiatal kutatók, akik külföldön dolgoznak, bemutatják itt most az eredményeiket. A jelenlegi kutatási helyzetet az jellemzi, hogy intézményesen, személyek között és a különböző kutatási irányzatok között, az úgynevezett céhek között, kutatási céhek között konfliktusok vannak, ahelyett, hogy beszélgetnének egymással. Ez a konferencia azt a célt tűzte ki maga elé, hogy bemutatkozási teret ad azoknak a doktorandusz hallgatóknak, fiatal kutatóknak, akik a holokauszt újfajta megközelítésével foglalkoznak. Kutatási témám a magyar zsidóság, illetve a holokauszt története és a holokauszt feldolgozásainak története. Ma a konferencián a holokauszttal kapcsolatos beszédmódokat vizsgáltam, hogyan jelenik meg a holokauszt témája a magyar nyilvánosságban 89 óta, mik a főbb vitapontok, mik a legkülönbözőbb beszédmódok, amelyek megjelennek ebben a tág nyilvánosságban, illetve ezen belül hogyan jelenik meg a zsidó perspektíva, a zsidó szempont, és ez mennyiben marad pusztán zsidó belügy, illetve mennyiben válik egy össztársadalmi diskurzus részévé. A kutatási témám az a holokauszt túlélők kárpótlása és jóvátétel Magyarországon a holokauszt után, illetve a II. Világháború után, és itt ezen a konferencián a doktori disszertációmnak az egyik fejezetéről fogok előadni, ami az elhagyott javak kormánybiztosságáról szól. Ez volt az első olyan országos szerv, aminek kárpótlást kellett volna nyújtani a holokauszt túlélőinek, illetve az elhagyott örökös nélkül maradt javakkal foglalkozott. A holokauszt olyan történelmi jelenség volt, ami az embert lelkiismereti és morális problémák elé állítja, és ezért rettenesen izgat, érdekel. Sokat olvasok, és néha írok is róla. Általában a személyes dokumentumok vizsgálata érdekel. Az előadásomban is egy lágernaplót elemeztem. Arra voltam kíváncsi ennek kapcsán, hogyan keletkezik a trauma. Mert úgy találtam, hogy ez a fantasztikusan érdekes napló, ez a trauma tudatosításának az írásba foglalása. És ha gondosan elemezzük, rekonstruáljuk és elemezzük a benne foglaltakat, akkor megtalálhatjuk a választ arra, hogy egy megsemmisítő tábor, amilyen Auschwitz-Birkenau, ahol 4 hónapot töltött, az mennyiben lehet oka, és milyen értelemben oka, esemény oka a traumájának. Holokauszt kutatással foglalkozom, mégpedig lengyel és magyar nők narratíveit hasonlítom össze. A mai prezentációban összehasonlítottam a korabeli naplókat, amit lengyel és magyar nők írtak, a velük készített 50 évvel később felvett videóinterjúkkal, hogy megnézzem, hogy ezek a történetek hogyan változnak, a különböző emlékezetpolitika hogyan formálja őket, vagy milyen lehetőségük van, hogy ezzel ellentétes narratívákat fogalmazzanak meg.
Egyik kutatási témám a magyar holokauszt társadalom története, a munkaszolgálat, és mi már másfél éve kutatom a Bergen-Belseni koncentrációs táborba deportált magyar zsidóknak a történetét, egészen a deportálási folyamat kezdetétől a hazatérésükig, illetve felszabadulásukig. Előadásomban a Hillerszébeni DP táborba vitt, Bergen-Belsenből oda vitt magyar zsidók történetét mutattam be, amely egy hontalan tábor volt 1945 április és szeptemberek között, és az itt létüket próbáltam narratív források, személyi források révén elemezni és értelmezni. Ez magyar történeti szakirodalomban úgy a koncentrációs táborok, mint azon belül is hangsúlyosan a hontalan táborok története, ez teljesen hiányzik. Éppen ezért ez a kutatás egy fontos kiinduló pontja lehet a későbbiekben, egy átfogóbb jellegű a lágerek magyar szempontú vizsgálatát megcélzó kutatás megtételéhez. A kutatási témám, illetve a doktori disszertációm az nőegyesületek és azok társadalom történeti háttere a 19.-20. században. Holokauszt témával szintúgy foglalkozom, illetve fotográfia történettel. Holokauszt tematikában a szombathelyi zsidóság kapcsán 2016-ban jelent meg legjelentősebb publikációm, amelynek a címe Szemtől szemben, képek a szombathelyi zsidóság történetéből. Ezzel a témával 2005 óta foglalkozom, tehát 12 éve. Ebben a tárgykörben, tehát a bori munkaszolgálatosok témájában eddig 3 kötetem jelent meg, 18 ezzel foglalkozó tanulmányom vagy interjúm, illetőleg 2 forrás közleményem. A mai előadásom témája a bori munkaszolgálatos áldozatoknak az emlékezete, vagyis a II. Világháború alatt 1943-ban és 1944-ben Borba, Szerbiába, Jugoszláviába vitt magyar kényszermunkásoknak az emlékezetével foglalkozom, azon aspektusból, hogy az odavitt kényszermunkásoknak a visszaemlékezése milyen szempontok alapján tipizálhatók, milyen azonosságok és különbözőségek vannak. A kutatási témám az a Bergen-Belsenbe deportált magyaroknak az életútjainak a feltárására irányul, és ezen az előadásban egy térközpontú megközelítést igyekeztem bemutatni a túlélői narratívák alapján, bízva abban, hogy a koncentrációs tábor mint térélmény vizsgálata hozzájárulhat a tábori társadalom mindennapjainak komplexebb megismeréséhez. Azt gondolom, hogy a holokauszt kutatásában a magyarok mind a mai napig viszonylag kis szerepet visznek, jóval kisebb szerepet visznek, mint amire a téma jelentősége mondhatni predesztinálná őket, és ez nagyon szomorú. A nemzetközi esítés terén szerintem még számos tennivaló van. Ugyanakkor nagyon ígéretes az, hogy van egy újabb fiatal történész generáció, akik intenzíven foglalkoznak a témával, és ma is őket hallhatjuk itt a CEU és az MTA által közösen szervezett konferencián, és az az érzésem, hogy ők képesek lehetnek arra, hogy a magyar holokauszttal kapcsolatos diskurzus bevigyék a nemzetközi történés diskurzusba. A magyar holokauszt kutatás nem foglalta el azt a helyét a magyar történetírásban, amire predesztinálva volna. Szétszórtan foglalkoznak vele, nincs intézményes központja. A konferenciánk megszervezésének is az adta az ötletét, hogy azokat a fiatalokat, akik sokszor külföldre kényszerülnek menni dolgozni, akik nem kutatóintézetbe kell, hogy dolgozzanak, helyzetbe hozzuk. A magyar holokauszt kutatásra az a véleményem, hogy túlságosan adatközpontú, és még mindig nagyon az elkövetőkre fókuszál. Természetesen vannak kivételek, olyan kutatók, akik igyekeznek a másik oldalt is képviselni, vagy hát azzal foglalkozni, de véleményem szerint még mindig ez dominál, és nem nagyon követik a kutatók, nem nagyon követik figyelemmel a nemzetközi trendeket, és szerintem ez jobb lenne, hogyha minél inkább reflektálnának ezekre.
Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban, illetve nyilván korábban is számos alapmunka született meg a korábbi történész generációk tollából, amelyekre azt gondolom, hogy joggal, illetve lehet alapozni a jövő generációinak a kutatását is. Ezek komoly alapvetések, viszont azt gondolom, hogy a jövő generációinak feladata az, hogy új szemléletekkel, más perspektívákkal, akár a külföldi szakirodalomból vett narratív elemzésekkel gazdagítsák ezeket a kutatásokat, amint ennek a konferenciának is a célja, hogy nagyobb fókuszba helyeződjenek az áldozatok. Én azt gondolom, hogy ennek is komoly szerepe van, és hát az én témám talán annyiban járulhat hozzá ehhez, hogy a fotográfiák elemzése egy eddig korábban szerintem annyira nem feltárt terület, viszont azt gondolom, hogy hihetetlen eredményeket tud produkálni, tehát egy nagyon fontos dolog, erre is szeretném felhívni a figyelmet. A magyar holokauszt kutatás, mint ahogy ezt igaz az, amit Gyáni Gábor 2008-as cikkében is leírt, az egyik legfontosabb probléma az, a sok eredmény ellenére, hogy a nemzetközi diskurzusban nagyon kevéssé van jelen, ennek több oka is van. Egyrészt az, hogy azok a fontos témák, módszerek és források, amiket a nyugati vagy angolszász szakirodalomban általában használnak, azokat a magyar holokauszt kutatók általában figyelmen kívül hagyják, és éppen ezért a német lágerrendszerbe deportált magyar zsidóság történetével kapcsolatban is többek között emiatt sem indult meg egy nagyobb horderejű átfogó kutatás az elmúlt évtizedekben. A magyarországi holokauszt kutatást jelenleg a széttöredezettség jellemzi, ami azt jelenti, hogy a különböző intézmények saját agendájuk, illetve a finanszírozás biztosító intézmény igényeinek megfelelően próbálnak különböző kutatásokat létrehozni, és ez nagyon nagy kihívást jelent. Abból a szempontból, hogy egyrészt a magyar holokauszt kutatást el kell helyezni egy globális térképen, végig kell gondolni, hogy egyre fejlődő genocídium és háború kutatások keretében a magyar holokauszt kutatást hol pozícionálja magát, milyen elméleti kereteket tart hasznosnak, valamint a harmadik, a legfontosabb kihívás pedig azt jelenti, hogy a digitális humán tudományok új módszereit és új megközelítését hogyan lehet használni. A konferencián két előadás is volt, amelyik az új digitális holokauszt kutatással volt kapcsolatos. Az egyik a Shoah Visual History Archive-nak a kutatási problémáit, mit jelent az, hogy egy ilyen digitális emlékezet kutatásnak milyen módszertani kérdései vannak, illetve az International Tracing Service-nek azt az irdatlan mennyiségű adatbázisát hogyan lehet hasznosítani a magyar kutatás szempontjából. Amikor én elkezdtem 2005 tavaszán a Bori munkaszolgálat kutatását, akkor az én visszaemlékezésem szerint úgy látom, hogy nem volt jó közeg, se társadalmi, se közpolitikai, se ösztöndíj vonatkozásokban a közeg, viszont azóta még romlott, vagy sokkal rosszabb lett minden szinten, a közbeszédben, az emlékezetpolitikában, az ösztöndíj rendszerben. Mégis én szerencsésnek érzem magamat, hiszen akkor még a 2000-es évek közepén sikerült megszólaltatnom azokat a bori túlélőket, akik akkor 80-85 évesek voltak, ma már ők döntő többségében nincsenek. Tehát egyszerre látok a közbeszédben és a kutathatóságban egy lefelé való tendenciát, a magam vonatkozásában viszont mindenképpen pozitívnak értékelem az elmúlt időszakot. Úgy gondolom, hogy a magyarországi holokauszt kutatás adós azzal, hogy mind a mai napig nem történt meg a tábori archívumokban a magyar források szisztematikus feltárása. Emellett rengeteg dokumentum, napló, lappang a mai napig magánkézben is sok tűnik el, veszik el. Tematikailag pedig a tábori élet, a felszabadulás és a hazatérés feltárása is vár magára. Továbbá úgy gondolom, hogy sokkal erősebb reflexióra lenne szükség a nemzetközi kutatási irányokra, ezekbe a kutatásokba bekapcsolódni jobban, és nagyobb elméleti és módszertani érzékenységgel kellene a forrásokat bemutatnunk. Szerintem nagyon jó kezdeményezés a magyar holokauszt kutatásban, hogy fiatalok számára is lehetőséget biztosítunk konferenciák szervezésével. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy tovább is együttműködjünk és kooperáljunk olyanokkal is, akik Magyarországon belül vagy kívül foglalkoznak ezzel a témával. A
kulcskérdés az, hogy a magyarországi holokauszt kutatás hogyan pozícionálja magát a nemzetközi elméletek és kutatások keretében, mit tud hozzátenni, mi a relevanciája, illetve milyen kritikai fogadtatást tud biztosítani azoknak a máshol kifejlesztett, kidolgozott elméleteknek, amihez egy nagyon fontos elméleti és empirikus bázis rendelkezésre áll.